Azt nagyon jól érezte az a balliberális tábor, amelyik tulajdonképpen a 40-es évek óta egyedül birtokolta a múltnak az értelmezési monopóliumát, hogy itt most egy másfajta értelmezés is jelen lesz, és úgy érezték, hogy ezzel az egyik legfontosabb fegyvert csúszik ki a kezükből, hogyha nem ővék lesz a 20. századnak az értelmezése. Az igazi nagy ellentét az a 45 és 56 közötti időszakról szól, mert az ő értelmezési keretük a 20. századról az, hogy bár történtek 45 és 56 között hibák, meg túlkapások, meg az úgynevezett személyi kultusz, de hát mindez ahhoz képest még mindig nem volt olyan szörnyű, mint a 45 előtti időszak. Na most a mi értelmezésünkben pedig a magyar történelemnek az egyik legsötétebb korszaka következett be a 45 utáni időszakban, ami 56-hoz elvezetett, ami mérhető azzal a szörnyűség halmazzal, amit a 30-as évek második fele jelentett Magyarországon.